Egy nap, egy éjszaka szüntelen drámaírással. Ennek a kihívásnak harmadszor vetették alá magukat drámaírók Békés Csabán. Az elkészült darabokat egy napi próba után elő is adták. De a győztes mű jóval nagyobb közönségre számíthat. A Magyar Rádió hangjáték formájában fogja bemutatni. Vesztek zár a Fiumé Hotelben. Az idén harmadszor rendezték meg Békés Csabán a visszhangos drámaíró versenyt, amely Sipos-hegyi Péter végakarata szerint került a városba 2010-ben. A felkért alkotóknak, Egressy Zoltánnak, Garaci Lászlónak és Szabó T. Annának a Nem vicces, bölcs vezérünk feje az ostornyélen című cikk alapján kellett drámát írniuk, ahogy azt műsorunkban kisorsolták. Egy 1952-ben Rákosi 60. születésnapját ünneplő kiállításról szól az említett cikk. A drámaírók pénteken vonultak karanténba, megszakítva minden kapcsolatot egymással és a külvilággal. Íme az egyik versenyző. Nagyon lassan dolgozom, tehát nekem egy ilyen pici, mini egyfelvonásoshoz olyan egy hónap kellene körülbelül. Tulajdonképpen vannak ilyen vágóképeim arról az éjszakáról, amikor megírtam ezt a darabot, és abban van egy bizonyos pont, amikor az éjjel 3 körül lehetett, amikor azt hiszem, hogy és jogosan, hogy egy ilyen katyvasz van, szóval egy ilyen széteső szöveg morzsalékok vannak abban a bizonyos fájlban, ahova meg akarom írni ezt a darabot, és akkor elhatáztam, hogy nem iszom többet, és elkezdtem dolgozni, innentől nem emlék, 3 óra kimaradt, és arra emlékszem, amikor elkezdtek csicseregni a maradt madarak, és így besütött a nap jobb oldalról, és akkor ott volt már ez a szöveg, amiben voltak ilyen, tényleg ilyen struktúrált elemek. A drámaíró bajnoki torna egyetlen női résztvevője Szabó T. Anna. Egyedülálló volt abban is, hogy humoron és groteszken túl érzékeltette a tragédiát. Méghozzá kézi vezérléssel. Igen, én nagyon jól emlékszem, mert én diktatúrában nőttem fel, én Kolozsváron nőttem fel, és ez az egész kiszolgáltatottsága a gyerekkortól az embernek, hogy az iskolában nem szabad beszélni, hogy valaki megdobja vajas kenyérrel a diktátor képét, és bejön halálra váltani az osztályfőnök, és azt mondja, hogy ha még egyszer elviszni titeket, a családotokat, mindenkit, tehát ez egy ártatlan dolog, hogy senki nem dobni akarta, hanem dobálózta vajas kenyérrel, ami mellesleg nagyon szent dolog volt. Tehát még ez is hozzájött a dologhoz, hogy irracionális dolog volt, mikor se vaj, se kenyér nem volt, a hülye gyerekek dobálóznak a vajas kenyérre, és még pluszban megdobják a diktátor képét. Tehát, hogy én nekem nagy felszabadító dolog volt, hogy nem az én gyerekkoromról kellett, nem Ceausescuról kellett nekem írni, tehát az nem tudom, hogy érintett volna, hogyha én nekem őt kell látni. Már eleve az is, hogy elvtárs le kell írnom, már az is nagyon megrendítő tapasztalat volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy nekem még mindig nem múlt teljesen a gyomorgörcsön. Ő egy vérből színházi előadást írt, azt mondta egyébként nagyon kedvesen nekem, hogy bármit kezdhetek vele, elhagyhatok, hozzátehetek, amit hát nagyon kevésszer szokott mondani, úgyhogy majd kíváncsi vagyok, még nem beszéltem vele, hogy végülis ez nekem az első sorban hogy tetszett. Na most egy ilyen dolgot megcsinálni csak akkor lehet, hogyha ez egy közösségi munka. Összesen egy nap volt a próbákra. Mégis volt benne Rákosi hasonmás és karaoke verseny, Rákosi kulcstartó, Rákosi hamutartó, vagy Rákosi képernyővédő. Mert szívünknek, lelkünknek az a kívánsága, éljünk vezérünkkel örök boldogságba. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó játék, és mivel a színháznak a műfaja igazából az, hogy teljesen mindegy, tragédia vagy komédia, hogy az játék legyen, ez a játék, ez a furcsa játék, amikor itt egy nap alatt kell gyakorlatilag egy produkciót létrehozni, ez egyfajta műfajteremtő dolog. Tehát a színháznak van egy ilyen effektíve játékosságra, játszásra épülő helyzete, és ezt mi is kihasználjuk, és itt egy nap alatt megpróbálunk színdarabokat létrehozni. Igen, ez egyben van valami ősi értelembe vett színházi, hogy az darab is ugye egy éjszaka készült, és utána másnap az ember kézbe vesz valamit, amit akkor olvas először, és ezen próbál
ugye eligazodni szaktudásának megfelelően, és utána rögtön neki el a színészeknek, és elkezdi csinálni. De legyünk őszinték, a színház történetében mindig voltak ilyen helyzetek, és mindig készültek így előadások. Ennek van valamiféle izgalmas és jó íze. A legjobb férfi mellékszereplő díját Slanger András nyerte. Amit én most a színpadon műveltem, annak a felét egy rendes előadásban nem merném megcsinálni nyilván. De hát én úgy jöttem ide, hogy ez játék, itt nem teljesíteni kell, hanem jól érezni magunkat, és akkor ezt így úgy döntöttem, hogy bármi lesz, akkor én ezt játéknak fogom fel. A legjobb férfi főszereplő maga Rákosi Mátyás lett. Ez mindig illik elmondani, hogy hajszálak döntöttek. Az egyik zsűritag szerint ezen a versenyen kiderült, hogy van értelme az egy éjszakás légyottnak. Tamás adja. Véleményének még délután egy másik zsűritag is hangot adott, aki nem mellesleg a Jókai Színház dramaturgia. Lehet azt mondani, hogy most már nem élhetnek ezek a művek egymás nélkül? Én remélem, hogy ezek a művek egymással fognak élni. Egymás nélkül is tudnak élni nyilván, de hogyha ma este valaki beül mind a három darabra, akkor valóban egy nagyon nagy korrajzat fog kapni, ami érdekes módon rólunk szól. Tehát mind a hárman beemelik a Mát az 50-es években, és az 50-es években visszahelyezik a Mát. És ez azért furcsa, mert ezek az emberek az 50-es években nem éltek, vagy ha éltek, akkor gyerekek voltak, kölykök voltak, és nyilvánvalóan csak történelemkönyvekből van tudásuk arról, hogy akkor mi történhetett. És mind a hárman valahogy annyira hitelesen örökítik meg ezt az időszakot, hogy az embernek az az érzése, hogy végigélték, végigszenvedték, végigkillották ők a saját nagyapjuk, vagy a saját apjuk, vagy a saját anyjuk, vagy a saját nagyanyjuk. Tehát elképesztően izgalmas emiatt a dolog. És hát az természetes, hogy beemelték a Mába, illetve a Mát visszaemelték a 50-es évekbe, mert nekik valahol fogódzót kellett találniuk. Tehát az 50-es évekről mesélni, annak, aki nem élt benne, nem lehet. Csak a máról lehet mesélni az 50-es éveken keresztül. És ezért szép az egész. Végül kiderült, ki a győztes. Idestova 60. Legjobb múzsa határidő, azt szokták mondani, hogy le kell adni valamit akkor. Tehát ez teljesen mindegy, hogy milyen műnemben, tehát prózánál is egyébként. Hát ennél szorosabb határidő még nem volt, úgyhogy valamit muszáj volt reggel 8-ig csinálni, és akkor ilyenkor a rémület szül valamit. Amikor befejeztük, szerintem minden hárman úgy voltunk ezzel, hogy rettenetesen kimerültünk, és az első gondolatunk az volt, hogy aludjuk ki magunkat, aztán nyilván beszélgettünk a következő napon, de az, hogy most itt mi a sorrend, vagy hogy dönt a zsűri, az egyáltalán nem volt fontos. Hát örültünk, hogy túl vagyunk rajta, minden hárman úgy éreztük, megoldottuk ezt a feladatot, és hát miután ez egész egy játék, és egy jófajta játék, ugyanúgy vártuk az előadást, mint a nézők. Olyan a téma, hogy viccelődésre és elkomolykodásra egyaránt lehetőséget ad. Az 50-es éveken könnyű viccelődni természetesen, az egy, mondjuk egy olcsó megoldás, de nagyon-nagyon komoly, tragikus dolgot megmondom, senki nem akart írni, mert ez nem erről szól. Egressy Zoltán időgépével vagy anélkül tegnap előtt lezajlott a harmadik Békés Csabai drámaíróverseny. Nem vicces. Bölcsvezérünk feje az Ostorny élen.